Sziasztok! Íme az első sorozatgyilkosos videó az új lakásból. Megpróbálom természetes fényekkel felvenni ezt a videót, hogy egyrészt jobban is lássátok a sminket, másrészt meg kipróbáljuk, hogy ez hogy fog nektek tetszeni. Úgyhogy még egy kis türelmet kérek avval kapcsolatban, hogy milyen a beállítás, meg mi hol helyezkedik el, és hogy néz ki. Na de várjunk is bele! Ma nem egy sorozatgyilkossal fogunk foglalkozni, de szerintem egy nagyon-nagyon érdekes esetet találtam nektek, és nem fogunk másról beszélni, mint a Gucci gyilkosságról. Méghozzá Mauricio Gucci-nak a haláláról. Na de még mielőtt belevágnánk, először egy kicsit a Gucci ház történelméről szeretnék nektek mesélni, nem máskor, mint 1898-ban kezdődik. Ami az akkor 17 éves Gucci életével kezdődik, aki Londonba megy, méghozzá a híres Savoya Hotelbe kezd el dolgozni, és nagyon hamar rájön arra, hogy ezek a gazdagok bármit megvesznek. Szóval pár év szállodai munka után úgy dönt, hogy visszaköltözik Firenzébe, ahol először minőségi bőrből kezd el készíteni nyergeket, majd a nyergekhez passzoló cipőt, és kiegészítőket, táskákat, koffereket, és ilyenekkel kezd foglalkozni. Az üzlet annyira beindul, hogy 1921-ben több üzletet is nyitnia kell, és van olyan üzlet, ami 1938 óta nyitva van, még a mai napig is. Még Mussolini szankciói sem tudják tönkretenni ezt a családi vállalkozást, ugyanis kitalálják, hogy ha bőrhöz nem lehet hozzájutni és nem engedik, akkor pedig az iparból maradt anyagokat fogjuk felhasználni, mint például a bambusz, len és kender anyagokat kezdik el erőnyben és részesíteni. 47-ben jelenik meg például az ikonikus bambusz fogantyús Gucci táska. És egykor találják ki az ikonikus 2G egymásba fonódó márkajelet is. Aztán Gucci halála után lesz a márka nemzetközi, ekkor három fiáé lesz az üzlet. És igazából ez úgy alakul, hogy az 50-es, 60-es években rendkívüli sok filmet fognak forgatni Róma mellett, és hamar híre megy a Gucci márkának a színésznők körébe, és ők elkezdik viselni ezeket a Gucci termékeket, és ezzel fog végül aztán Gucci a köztudatba beépülni. Leghíresebb vásárói Liz Taylor, Jackie Kennedy, illetve Audrey Hepburn lesz. És aztán a 80-as évektől kezd el hanyatlani a cég, ugyanis a családon belüli acsarkodások és viszályok már elkezdik tönkretenni a céget. Na és innentől lép be Mauricio Gucci a képbe, és az ő drága felesége, Patrizia Reggiani. Na és hát innentől kezd érdekessé válni a történet. Ugyanis Patrizia Reggiani, nem tudom ki van olyan rendesen a nevét, egy végtelenül elkényeztetett lány, jó módból jön, nem annyira gazdag, mint a Gucci család, de azért ő volt a apuci-pici lánya, mindig mindent megkapott, amit kicsi szíve kívánt, ő aztán soha semmiről nem kellett az életbe lemondani, és ő hozzá is volt szoktatva ahhoz, hogyha ő valamiről elnyikkantja magát, hogy ő azt óhajtja, akkor ő azt meg is szerzi. Nem dolgozott soha egy percig se, bulikból bulikra jár, és így ismerkedik meg Mauricioval, kész. Egyébként Mauriciónak kell meghódítania őt, nem akaszkodik rá Mauricióra, és Mauricio, mint egy ilyen romantikus filmben, mint egy hőszerelmes, hihetetlen nagy gesztusokat tesz, és így hódítja meg végül őt. És 24 évesek, amikor összeházasodnak. Olyan életet élnek, amit mi elképzelni sem tudunk.
hihetetlen luxusban élnek. Egyébként először Mauricio apja nem örül a házasságnak, de aztán amikor megszületik az első lányuk, akkor úgy gondolja, hogy na jó, akkor ez mégis egy komoly dolog, és hát házat ajándékoz nekik Acapulcóban, meg Szent Moricon, pazar partikra járnak, van egy 64 méteres jachtjuk, amivel ők járják a tengereket, szóval, hogy amit el tudtok képzelni, az itt van. Aztán 83-ban meghal Mauricio apja, és ráhagyja a Gucci cég 50%-át, és innentől kezdnek nagyon rosszra fordulni a dolgok. Ugyanis Mauricio mindent elkövet, hogy visszaállítsa a család hírnevét, csak hogy ő nem ért az üzlethez, egyáltalán nem jó benne, és nem igazán sikerül neki. Patriciát ez borzasztóan idegesíti, mert ő úgy gondolja, hogy ő jobban ért az üzlethez, és hogy a férje ezek nem hallgat rá, és állítólag innentől kezdenek a házassági gondok megjelenni az ő életükbe, hogy az üzletben ennyire nem értenek egyet. És ennek a folyamánya az lesz, hogy 1985-ben azt mondja Patriciának, hogy ő elmegy egy üzleti útra, és el is megy egy üzleti útra, csak onnan nem Patriciához megy haza, hanem egy másik nőhöz. Méghozzá Paola Francihoz tér haza, aki egyébként a Gucci háznak a belső építésze, és akivel ő addig viszonyt folytatott, vagy elkezdett viszonyt folytatni. Egyébként egy nagyon szép nő volt, egyedülálló, volt egy fia, és ők akkor ezentúl együtt élnek, és hát így hagyta el a feleségét. Ami valljuk be, hogy azért nem a legszebb húzások valaha, tehát hogy nem az, hogy elhagyja a feleségét, az se szép persze, de hogy ilyen módon, hogy azt mondja, hogy hello, elmegyek üzleti útra, és akkor elfelejt utána hazamenni, és csak egyszer csak megtudod azt, hogy a munkahelyén lévő belső építéssel él együtt és a fiával, azért az biztos, hogy egy nagyon nagy pofonvágás volt. Na és hát Patricia innentől zakkan meg igazán. Tehát szegényke ezt nagyon a szívére veszi, és nagyon-nagyon belebetegszik ebbe a gondolatba, hogy őt így elhagyták, hogy az ő nagy szerelmükből mi lett, amit meg lehet érteni valamilyen szinten, mert hát nyilván, hogyha te azt hiszed, hogy te megtalálted életed szerelmét, és ő közli, hogy hát ő most ekkor egy másik nővel fog együtt élni innentől kezdve, és az ő fiával, és így tekinti magukat egy családnak, hát ez biztos, hogy nem esik jól. És hát akkor a válást kimondják egyébként 92-be, nagyon jól megfizetik egyébként Patriciát, tehát hogy nem az van, hogy kisemmizik, és tehát hogy erre azért odafigyel Gucci. De Patricia ezen nem tud túljutni, és elkezd egy jósnőhöz járni. De hogy ilyen napi szinten, és hogy ő tőle kérdezgeti, hogy ugye visszajön még hozzám a férjem, ugye még rendbe tudjuk hozni a dolgokat, és hát egyre jobban befolyásolja, és egyre nagyobb hatással van rá ez a jósnő, és gyakorlatilag már napi szinten tart vele kapcsolatot, megszűnik egy kicsit így a realitással a viszonya, azért ezt így hozzátenném. És hát Regina hihetetlenül elkezd attól félni, hogy Gucci el fogja venni Paulát, és hogy nem csak a szeretet miatt fél, tehát hogy nem csak egy ilyen féltékenység van benne, hanem hogy ő annyira a Gucci névhez társítja a Patricia saját identitását, hogy egyszerűen sértésnek veszi azt, hogy valaki, hogy el nem tudja képzelni, hogy valakit ugyanúgy Gucci-nak hívják, vagy Gucci-né legyen, mint ő, tehát hogy ezt felháborítónak tartja, illetve hogy a két lányok született, és nagyon fél attól, hogy akkor majd születik másik gyerek, esetleg egy fiú, esetleg majd arra fogja hagyni az egész vagyonát Gucci, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul érinti őt az, hogy azt látja, hogy ez a kapcsolat Paola és Gucci között nem csak hogy jól működik, de hogy valószínűleg, hogy ebből házasság lesz. Na és ugye, mivel nagyon jól szállt ki ebből a házasságból, ezért
maga Gucci úgy gondolja, hogy hát akkor ők lerendezték maguk között a dolgokat, na de állítólag ennek a jósnőnek a hatására fejébe veszi Patricia, hogy ő már pedig havi tartásdíjat fog követelni Gucci-tól. Ez több ok miatt nem következett be. Egyrészt Gucci azt gondolja, szerintem teljesen jogosan, hogy mai árfolyamra átszámolva olyan 700 és 800 millió forintnyi összeget adott a válláskor Patriciának, hogy egyrészt legyen már az elég, abszolút egyetértek vele. Másrészt meg 86-ban adócsalást követett el Gucci-nak a bátyja, és nagybátyja, és ebből kifolyólag a cég olyan anyagi helyzetbe került, hogy ha akart volna, se tudott volna tartásdíjat fizetni Patriciának. Ez egyébként annyira rosszul érintette magát Gucci-t, Mauriciót, hogy fogta és bosszúból eladta a részvényeit, tehát az 50%-nyi részvényét egy külföldi vállalatnak, méghozzá az Invest Corp-nak. Na és innentől kezd el nagy lejtmenetbe kerülni így maga Gucci, maga Mauricio és maga az egész bagázs egyébként. Na és hát ekkor fogja egyébként 95-ben azt a hatalmas ötletet megszülni Patricia, hogy fogad egy bérgyilkost, és megöleti Mauriciót. Ami tényleg nagyon érdekes, tehát ennyi évvel a válás után, ennyi évvel azután, hogy téged elhagynak, tehát 85-ben hagyta el. Eltelt 7 év. 7 év után fogadott egy bérgyilkost, hogy akkor most legyen olyan kedves, és a férjét így, ha lehet, akkor lője ki. És hát ez is fog történni. 1995. március 27-én ez a bérgyilkos oda megy, és 4 lövést ad le Gucci-ra. Reggel 9-kor az irodája előtt. 3 egyébként a hátán éri ezekből a lövésből, és 1 pedig a fején. Egyébként volt olyan, ahol nem ezt írják, hanem azt, hogy 3 érte a fején, és 1 a hátán. Szerintem teljesen mindegy, ott a helyszínen szörnyet hal. Egyébként magát a portást is eltalálják, aki aztán évekig poszttraumás stresszindrómával szenved, emiatt a merénylet miatt. És egyébként maga ez a portás az egyetlen szemtanú, aki látta, hogy mi történt, és hogyan. De ő, hál' az égnek, életben marad. Bár Patricia az évek során számtalanszor megfenyegette Gucci-t, hogy ő meg fogja ölni, nem találnak bizonyítékot, és ezért nem igazán tudják őt elítélni, míg nem. Elszólja magát, és elkezdik őket lehallgatni, és a telefonbeszélgetéseket, és a telefonbeszélgetésekben ezt megdumálják, hogy ugye milyen jól megöltük azt az embert. Tehát, hogy anyám, hogy valakinek ennyi esze legyen már komolyan, tehát, hogy... Na mindegy, úgyhogy végül így bukik le, hogy saját magát lebuktatja, és a társait mindenféle telefonbeszélgetések, és tényleg, tehát, hogy ilyen felvételeken szerepel az, hogy ő azt mondja, hogy igen, ő fölbérelt ezt a bérgyilkost. Aztán később egymásra kezdenek el mutogatni ez a jósnő, mert hogy azt fogja mondani Patricia, hogy a jósnő mondta neki, hogy ezt kell csinálni, a jósnő meg azt fogja mondani, hogy de, hogy ez nem az ő ötlete volt, hanem az Patricia ötlete volt. Hogy ez mennyire számít, hogy kinek az ötlete volt, nyilván a jog előtt számít a jog szemében, de legyünk őszinték. Legyünk őszinték. Most komolyan annyira számít, hogy kinek az ötlete volt. Mindegyik benne volt, és mindegyik vastagon részese annak, hogy ez történt. Úgyhogy végül 2,5 évvel az eset után derül fény arra, hogy végül is kik voltak benne ebbe az egészben, és utána fogják őket elítélni. Elítélik magát Patriciát 29 évre, a jósnő barátnőjét 25 évre, a sofőrt, aki odavezette a merénylőt, a bérgyilkost, őt is 29 évre ítélik. Számomra ez érdekes egyébként, hogy ő is 29 évet kapott, és maga a bérgyilkos pedig életfogytiglant. Aki egyébként egy eladósodott pizzéria tulajdonos volt, aki így próbálta meg az életét elkeseredésében összeszedni. Úgyhogy igen. Végül ennyi börtönbüntetést kaptak. Amikor kihirdették az ítéletet, akkor minden Gucci üzlet kirakatába a világon beraktak egy bilincset
hogy ebben is az igazságszolgáltatás mellett kiálljanak, tehát hogy valami ilyesmi. De egyébként nem nagyon nyilatkoztak az üggyel kapcsolatban, és ami érdekesség, hogy ekkor a Gucci házban Tom Ford van a vezetők között. Egyébként Patrícia borzalmasan ostoba dolgokat követett el, mint például ugye Gucci, mármint Maurizio, és az új barátnője és annak a fia, ugye együtt éltek egy gyönyörű szép lakásba. És Patrícia felad egy levelet a postára, amin felszólítja Paulát, tehát a barátnőt és a fiát, hogy azonnal hagyják el ezt a lakást, mert ez az ő örökségük, és ezt 2 órával a gyilkosság után adja fel. Tehát amikor ő elvileg még hivatalosan nem is tudhat arról, hogy halott maga Maurizio, akkor adja postára ezt a levelet, hogy na, el lehet húzni az örökségből. Tehát, hogy... Hát nem mondjam, nem túl okos ez a nő. És egyébként Tom Ford nevéhez kötik azt, hogy a Gucci ház elkezdett újra magára találni, és elkezdett újra jobban teljesíteni. És ami érdekesek még a dologban, hogy 2011-ben Patriciának felajánlják, hogy a börtönön kívülre is eljárhat dolgozni, és ezzel kb. Azt biztosítanák neki, hogy napközben nem kell a börtönben lennie, hanem kimehet dolgozni, és utána visszatérhet. Erre 2011-ben azt a választ adja Patrícia, hogy ő soha életében egy napot nem dolgozott, és most sem kívánja ezt elkezdeni. Úgyhogy Patrícia a börtönben marad 2011-től még, de aztán 2014-ben feltételesen szabadlábra helyezik. És ekkor fölajánlanak neki, és engem itt vesztenek el, ekkor fölajánlanak neki egy állást egy ékszertervező cégnél, mint tanácsadó. És én ezt nem értem. Tehát nem értem, hogy ez valószínűleg megmaradt valami baráti kapcsolata ezekből a partizós jó időkből, és ezért ajánlja, vagy én nem tudom. Tehát, hogy komolyan, tehát én nem ajánlanám fel neki, ezt most megmondom. Tehát, hogy Vagy mi érdeke van egy cégnek abból, hogy őt alkalmazza? Tehát nyilván borzasztó munkaerő, nyilván egy napot nem dolgozik, tehát hogy most is igazából csak olyan felvételek készülnek róla, hogy ilyen luxus üzletekbe vásárolgat. Tehát hogy én ezt, amíg élek, nem fogom megérteni, hogy ki, és miért alkalmazza akár csak papíron ezt a nőt. Tehát egy... Na, én ezt nem értem. Na, de szóval 14-től szabad lábon van, és az hagyján, hanem elkezd egy pert indítani, hogy neki megígért a férje annó papíron évi 1 millió dolláros életjáradékot, vagy hát nem tudom, hogy életjáradéknak hívják-e, de mindegy, valamit ilyen évi 1 millió dollárt megígért neki, és elkezd pert indítani Patrícia, hogy ő a börtönben töltött évei alatt nem kapta meg ezt az évi 1 milliót. Tehát, hogy ő ölte meg ezt a hapsit. És képzeljétek el, ami a legdurvább az egészben, hogy a bíróság megítéli neki, hogy bár ő ölte meg azt az embert, akivel ez az egyessége létrejött, mégis megszavazzák neki. Úgyhogy most jelen pillanatban arra vár, hogy ezt, vagy lehet, hogy már meg is kapta, hogy visszamenőleg a börtönben töltött idejére, amikor azért volt börtönben, mert megölette Maurizio Gucci-t, kapjon pénzt. És megkapja ezt az évi 1 millió. Én engem, amikor ezt a sztorit itt meghallottam, és így megláttam, hogy kész, tehát nem tértem magamhoz. De ezt hagyjam. Hanem megkérdezték, adott egy interjút, és megkérdezték, hogy miért fogadod bérgyilkost. Így az interjú közepén ezt így nagyon merészen bedobta az újságíró, és azt válaszolta, hogy azért fogadod bérgyilkost, mert nem volt jó a látása, és nem akarta volna elhibázni. És ezt így élő adásban ezt bemondta, utána soha többé nem engedték a gyerekei, meg a barátai, hogy bármilyen interjút adjon. Nem meglepő módon, szerintem. Csak hogy mennyire nincsen a realitásokhoz közelnek a nőnek,
elvárta volna, hogy a Gucci ház őt neki munkát adjon, és hogy őt felvegyék a vezetőségbe. Szóval a következőt nyilatkozta, szükségük van rám, és én még mindig Gucci vagyok. Sőt, nem csak, hogy Gucci-nak érzem magam, hanem végső soron én vagyok a legigazibb Gucci, mind közül. Ezt nyilatkozta. Tehát, hogy... Úgyhogy mondom, én azért tartottam nagyon izgalmasnak ezt a történetet, mert szerintem végtelenül igazságtalan. Végtelenül igazságtalan, hogy az a szerencsétlen pizzázó tulajdonos, aki bánatába lelő valakit, és nem akarom felmenteni, nehogy azt higgyétek, és én tudom, hogy megérdemli a börtönbüntetést, de az hogy lehet, hogy Patrizia Gucci szabadul, és előbb szabadul, mint 29 év, munkahelyet kap egy luxus ékszerekkel foglalkozó cégnél, ahova nem jár be dolgozni, de kap egy jó kis fizetést, visszamenőleg megítélnek neki a Gucci háztól évi 1 millió dollár, vagy euró, nem tudom, valamelyik a kettő közül járadékot, és akkor még komolyan. Tehát, hogy én itt nem érzem azt, hogy a rossz elnyerte volna méltó büntetését, és félreértés ne essék, biztos Mauricio se volt egy angyal, de hogy azért biztos, hogy ennek az lett a végkimenetele, ami helyes lett volna, szóval nem tudom, én valahogy nem érzem ezt. Azt kell, hogy mondjam. Egyébként most forgatnak egy filmet az ő párkapcsolatukról és a gyilkosságról, és Lady Gaga lesz Patrizia, és nem tudom, hogy ki lesz Mauricio, azt elfelejtettem, de hogy lesz egy ilyen film, jön egy ilyen film, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom. Remélem érdekesnek találtátok ezt a történetet. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok. Sziasztok!